év nagy részében reggel 6:30-tól 7:30-ig minden nap be lehet jönni. Ez éppen a nyári július-augusztusra nem érvényes, most szünet lesz, de egyébként tényleg egész nap várjuk az olvasókat, vagy az érdeklődőket, vagy bárki betérőt, mert még addak is fontos lehet, aki egyszerűen a közelben nem talál mosdót, és akkor az jó jön, vagy a friss újságot el tudja olvasni. Ehhez viszont az kellett, hogy egy ilyen térelválasztóval oldjuk meg, hogy ez a rész ez elrekeszthető legyen a többi résztől. Ez egyben persze azt is jelenti, hogy önálló programokra is képes, és független a könyvtár működésétől független programokra is képes a helyszín, hiszen el van rekesztve a többi résztől. A következő folyamat, amit nagyon fontosnak véltünk, az az, hogy minél több lehetőséget teremtsük arra, hogy az olvasó és a könyvtáros találkozzon. Ezt pedig úgy gondoltuk el, hogy ha a kölcsönzést is és a visszavételt is minél több helyszínen, ahol tájékoztatás is folyik, el lehet végezni, akkor az azt jelenti, hogy létrejönnek ezek a beszélgetések, amelyek segítség lehet az olvasónak is abban, hogy megszólítsa a könyvtárost, meg persze a könyvtárosnak is arról, hogy minél közelebb kerüljön az olvasóhoz és személyes élménye legyen az ő mondjuk olvasási igényével kapcsolatban. Ez jelentette az átszervezésnek egy fontos részét, de még volt egy nagyon fontos elem, az épületben benne volt az a lehetőség, hogy az a két szint, amelyik az olvasók számára rendeltetett, ugye van egy alatta szint, ahol ott dolgozunk mi lent, ez a kazánház, ahonnan működtetjük az épületet, és van a legfelsőbb szint, ahol leginkább konferenciákra vagy egyéb programokra alkalmas rész van, de kettő szint az arra van. De ez a két szint ugye lépcsővel van összekötve, illetve technikailag lifttel is össze van kötve, de ez most úgy volt eddig, hogy az olvasói térből, tehát abból a részből, ahova belépett az olvasó, de közvetlenül nem lehetett megtenni, mert az egy elzárt rész volt, és egyébként pedig hát a lépcsőházba menni az ugye egy szolgálati tér, tehát csak bizonyos funkcióval lehet. Na most ezt nyitottuk meg, úgyhogy most közvetlenül, aki belép az olvasói térbe, az a két szint között lifttel járhat, tehát talán könnyebbé teszi azt, hogy a második szinten, aminek csodálatos a gyűjtemény, csodálatos az állománya, nagyszerű kollégák dolgoznak ott, de mintha kevésbé használnák, mint ahogy mi reméltük, tehát reméljük, hogy ezzel is megjelen. Meg föl tudnak menni most már kölcsönözni is, fel tudnak menni visszahozni könyveket is az olvasók, tehát mindenre alkalmas. Ez lehetővé tette azt is, hogy az a tér, ami eddig a kölcsönző pult mögött volt, ez egy hatalmas ajánlóvá változhatott át, amiből az következik, hogy a legfrissebb és a legkedveltebb könyvek, amelyeket visszahoztak az olvasók, azok mindig itt kint vannak, mégpedig egy ilyen reményeink szerint gusztusos formában, ami kedvet csinál ahhoz, hogy levegye, belenézen az olvasó ezekbe a könyvekbe, és ott sok színű könyv van, de hát nem csak egy tematikus rész, hanem mindenféle a gyerekkönyv is, és a felnőtt is, meg az úgynevezett ismeretterjesztő irodalom is együtt van, tehát mindegyikbe bele lehet botlani, míg ha valaki csak az egyik részlegbe megy, akkor ott nyilván tematikusan csak azokkal a könyvekkel találkozhat. Ezek azok, amik az indokát adtak annak, hogy szervezünk, talán egy másfajta, még hasznosabb működést tesz lehetővé. Az már egy hát haba tortán, hogy nemrég találkoztunk azzal a hírrel, hogy rendkívül kedvezményesen kártya leolvasót is lehetett szerezni, ezt az állam támogatja, hogy kártyával fizessenek az emberek, úgyhogy mi ezt a lehetőséget megragadtuk, úgyhogy a napokban az is elkezdődött, hogy itt nem csak készpénzzel lehet fizetni, hanem kártyával is, ami azt reméljük megint csak kulturáltabbá teszi a működésüket, mint ahogy maga az a tér is, hogy lehet tudni, hogy egy városban van egy olyan hely, ahol be lehet ülni reggel 6:30-tól 7:30-ig, és ott mindig lehet lapozgatni könyveket. Na, ezek a szándékok vezettek bennünket, és nagyon bízunk abban, hogy a nyáron ezek már tényleg bejáratódnak, és ősszel pedig már természetes módon ezzel a formával várjuk az olvasókat, akik birtokba veszik ilyen formán is a könyvtárat. Ugyanakkor a nyári bejáratódáshoz hozzátartozik még némi információ, hiszen nyáron változik némiképp a könyvtár nyitvatartás, illetve a jól tudom, akkor a kölcsönzési lehetőségek is. Így van. A nyár az azt jelenti, hogy a könyvtár is nyári üzemmódra vált. Ez azt jelenti, hogy más típusú a használat. Tehát szívesen viszik el hosszabb időre a könyveket, hiszen kirándulni mennek, utazni mennek, a Balatonhoz mennek. Szívesen veszik azt az olvasók, hogy hosszabb ideig is kölcsönözhetnek könyveket. Úgyhogy mi azt az időszakot, amit kilestünk a használatból, ahol a legkevésbé intenzívű a használat, és ahol a kollégák el tudnak menni tömegesen szabadságra, azt az időszakot például arra használjuk, hogy minden olyasmit is szívesen kiadunk az olvasóknak, amit máskor nem szívesen, vagy csak egy estére, és nagyobb számban is, úgyhogy kérjük az olvasókat, hogy akkor, amikor ez a nyári szünet van, ez a júliusnak az utolsó hete, és az augusztusnak az első hete, amire ez érvényes, akkor használják ki ezt a lehetőséget, és spájzoljanak be azokból a könyvekből, amit esetleg évközben kigondoltok maguknak.